Úgyhogy üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a Bumble társkereső oldal új hirdetési kampányáról szeretnék néhány szót ejteni. Megmutatok egy-két cikket ezzel kapcsolatban, hogy mi is az, amit ők terveztek, és hogy hogyan nem sikerült ez. Milyenféle negatív kritika érte őket, aztán kénytelenek voltak visszalépni, megváltoztatni az egész elképzelésüket. Én úgy hiszem, hogy ez sokkal távolabbra mutat, mint csak egy társkereső kampánynak a sikertelensége. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez a velvet.hu, mutatok majd egyéb hírforrásokat is, ezzel akarom kezdeni, mert ez magyar 2024. május 15-ei. Azt írják, hogy a Czöli Bátussal viccelődött egy társkereső applikáció, most magyarázkodniuk kell, a reklám miatt. Bumble óriás plakát kampánya miatt forrong az internet, ugyanis a cég a cölibátust állította be a randizás egyetlen alternatívájának. Tudod, hogy a cölibátus nem megoldás, olvasható az egyik legismertebb társkereső alkalmazás a Bumble óriás plakátján. Ne mondj le a randizásról, ne legyél apáca látható egy másik nőket célzó hirdetése. Ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel kezdett kampányba a Bumble, de nem várt reakciókat kaptak a noise szerint, ugyanis az online közösségek egyből szétszették a plakátokat, mert úgy érezték sértő a kampány, különösen azokra nézve, akik valamilyen trauma miatt választották a cölibát. Ki lehetne emelni rengeteg dolgot ezzel kapcsolatban, talán ez az utóbbi az, amire én rámegyek először, ez pedig ez az állandóan valakinek áldozatnak kell lenni dolog, ami zajlik a társadalomban. Minden férfinak joga van gyereket szülni, ha akar. De te nem szülesz gyereket? Ne nyomj el engem! Mindig valaki azonnal jelentkezik, ha valami történik, hogy ő áldozata ennek, áldozata annak, valamilyen úton, módon a körülmények, a világ, az emberek azok, akik tehetnek arról, hogy nehézségekkel küzdünk. Ez egy nagyon káros hozzáállás. Most az, hogy odáig elmennék, hogy valamilyen formában ez egy mentális betegség, mint a narcizmus vagy narcisztikus személyiség zavar, mást hibáztatok a saját problémáimért. Igyekszem magam mindig, mindenáron áldozatként vagy pozitív fényben feltüntetni, és elvenni mindenféle dicsőséget vagy sikert másoktól, ezáltal magamat felemelni, másokat eltaposni. Én szerintem ez is közrejátszik ebben az egészben. Jobban nézek ki. Annyira büszke vagyok magamra. A közönségi média úgy tűnik, hogy termeli ki ezt a mentális betegséget. Az emberek egyrészt érkeznek ebből a csonka családokból, szeretet hiányos háttérből, figyelem hiányos háttérből. Igyekeznek aztán megszerezni ezt a figyelmet bármilyen módon. És a legegyszerűbb megszerezni a figyelmet azzal, egyrészt, hogyha valaki ostoba. Úgy tűnik, hogy, hogy a hülyeség az mostanában elég jól fizet. Ez csak meg kell nézni a televíziót, hogy milyen műsorok azok, amiket látunk ott. Én 21 éve hülye vagyok. Ez evidensé válik mindenki számára, hogy mintha a hülyeség az kifizetődő lenne. Engem nem lehet parotizálni, engem nem lehet utánozni. Ezzel egy időben pedig minden, ami valós teljesítmény különösen intellektuális, az meg mintha lefele értékelődne. Ez az egyik probléma, hogy kifizetődő a hülyeség, a másik viszont az, hogy egyszerű figyelmet szerezni azzal, hogyha az ember őkörségeket csinál az interneten. A, ugye a probléma vagy a hátulítője az, hogy ez rövid távú, ez a siker, vagy ez a hírnév, ezért is mondják azt, hogy 15 perc hírnév, mindössze rövid ideig tart ezért újabb és újabb dolgokat kell kitalálni az embernek annak érdekében, hogy fenntartsa ezt a figyelmet. Még egy dolog, amivel el lehet érni, és ez csapdába ejtette, úgy hiszem, hogy az emberek túlnyomó többségét, különösen a nőket, de úgy tűnik, hogy a férfiakat is, nem akarom őket sem felmenteni ez alól, az pedig az, hogy azzal hívja fel magára valaki a figyelmet, hogy hogy néz ki. Azért mondom, hogy különösen a nők, mert úgy gondolom, hogy őket jobban Érinti ez a probléma. Ez egy az emberiséggel. A férfiak mindig is azt keresték elsősorban, hogy mi az, ami szemrevaló számukra. Nyilván voltak korszakok, amikor még a morál számított, illetve egyfajta erkölcsi mérce ez már eltűnt. A férfiaknak sincs, meg a nőknek sincs, hogy általánosságban véve, vagy ha van is, akkor nagyon alacsony. De a kezdetektől fogva a nők tisztában voltak azzal, hogy a férfiakat meg lehet fogni azzal, ahogyan kinéznek. Most ha valaki ezt meg akarja cáfolni, sok sikert, azonban, hogyha felmegyünk a TikTokra, vagy a Youtube-ra és nézzük a rövid videókat, akkor látszik, hogy mindenki, hogy mi az, ami történik. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Folyamatosan az emberek magukat nézik a kamerába, magukat fényképezik, sminkelik, hajukat igazgatják, beszélnek magukról, a problémáikról, végestelen végig, ez az, amit látunk. És ez visszakanyarodik oda, amit mondtam erről a narcisztikus személyiség zavarról. Amikor az embernek szüksége van a figyelemre minden áron azért, hogy azt a ego sérülést, amit elszenvedett, ezt a kisebbségérzést valamilyen módon kompenzálja is erre. Cse. Anélkül, hogy szakember lennék. Ha valaki bánt, úgy nyakom szomértet, hogy letekeredik a feje. Ha utána olvas valaki, akkor igen, egyszerűen meg tudjátok találni ezt, ennek a leírását, és aztán felismeri az ember mindenhol. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobából, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!